Sziasztok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretnék ma egy különleges hangszerbemutatóval megörvendeztetni benneteket. Be fogom mutatni nektek Clausen Krisztiánt, aki egy nagyon különleges hangszeren játszik, és mesélni fog arról, hogy mi is ez a hangszer, honnan származik, milyen anyagból van, és természetesen zenélni is fog nekünk a hangszeren. Egyébként őt már, hogyha volt szerencsétek, hallhattátok itt a népmesepontban is, amikor mesét kísért, meg különböző kiállítás megnyitókon, Palatonparton és más helyeken. És fogadjátok szeretettel akkor őt, Clausen Krisztián. Köszönöm szépen. Sziasztok! Hát igen, ez a hangszer egy elég érdekes dolog, mert ez egy új találmány. 2000-ben találták fel Svájcban egy pár, aki kísérletezett különféle anyagokkal, meg mindenféle technikával, és végül kitalálta ezt a formát. És a lényeg az, hogy ez ütős hangszer, viszont dallam hangszer egyben, szóval ez mind egy-egy külön hang. És a középső rész, amit úgy neveznek, hogy ding, az egy mélyebben szól, és utána a hangok egy skálán mennek felfelé. Nagyon kellemes hangja van, gondolom szeretik az emberek, amikor igen, hát sokan mondják, hogy ilyen meditatív, és nekem is ilyen meditációként is szolgál. És hogy találtál rá erre a hangszerre? Hát egy barátom mutatott egy videót, amikor egyetemista voltam, és abban volt valaki zenélt egy ilyenen, és nagyon megtetszett, meg én akkor már rég ugye ütős hangszereken játszottam, itt tanultam a Keszthelyen a zeneiskolában, és utána hát a Bumba Tukádában, meg minden. Mindig volt valami ütős hangszer, de ez valahogy különlegesnek tetszett, és ezért végül azt hiszem, hogy 5 évvel azután sikerült szereznem egyet, és azóta is gyakorlom. Akkor jó sokat vártál rá. Igen, hát még nehéz megszerezni, mert kevesen csinálják. Uh-huh. És nagyon érdekes egyébként, előtte jó pár évvel kaptunk egy barátnőmtől, Ritától egy lemezt, ami nem tudtuk pontosan, hogy milyen hangszeren játszik egy utcazenész, Barcelonából hozta. És utólag rájöttünk, hogy tulajdonképpen erről a hangszerről. Igen, azóta már szerintem találkoztam is ezzel a srácot. Az még érdekesebb. Uh-huh. Jó, hát végül is annyi, hogy itt van a középső hang, és ez mindegy külön hang. És milyen anyagból van ez a hangszer, mert ugye azért elég súlyos. Hát igen, ez egy fém ötvözet, főleg a cél, de van benne néhány százalékban alumínium, meg szerintem más fémek is, és akkor azt kezelik, uh-huh. Ezt egy ilyen géppel így kinyomják, és utána belekalapálják a hangokat. Látszik is külön, hogy itt például látszik a kalapácsnyom. Tehát ez egy kézimunka. Uh-huh. És akkor még azt mondd el nekünk, én most úgy csinálok, mintha nem tudnám, hogy volt-e valami előképzettséged a hangszerek terén? Hát itt, ahogy mondtam, a zeneiskolában tanultam dobolni. Igazából dobos és dobosként van egy kis előképzettségem, és azután aztán könnyű volt a ritmus világát erre rávinni, és intuitív módon, meg magamtól tanulva, meg gyakorolva, hát próbálgattam. Uh-huh. És elég jól sikerült. Hát most meglátjátok, akkor zenélek egy kicsit. Jól van, hallgassátok szeretettel akkor Krisz zenéjét. És nem is tudom, hogy mondtuk-e, ez egyébként egy handpan. Handpannak vagy hangdrumnak nevezik, hangdob. Ami azt jelenti, hogy kézi serpenyő. Én hangüsnek szoktam magyarul mondani. Thank you.
mint látszik, itt középen egy egész más hangzás hallatszik, és ezután pedig vannak mélyebb hangok és magasabb hangok. Elég sok különbség van köztük. Ez több oktávot is felölel, viszont nem az összes hang van rajta, mint a zongorán, hanem különböző hangközök és harmonikusan szólnak a hangok együtt. Végül is ennyi a lényeges, az, hogy minél finomabban üssük meg, viszont szépen megszólaljunk, tehát szép tisztán. Még azért azt is elmondjuk, hogy Krisz az év nagy részét már nem Magyarországon tölti, hanem Spanyolországban él, és a gyökerei pedig Dániába vezetnek vissza. Ezt azért is mondom, mert hogyha meghallgattátok, vagy ezután reméljük meghallgatjátok azt a kis ír népmesét, amit előző alkalommal mondtunk fel a népmese.hu videóján, akkor hallani fogjátok az ő zenekíséletét, mert ezt a mesét találtuk, ezt a világot találtuk illőnek ehhez a hangszerhez, és abban a mesében még a dánokról is szó van. Igen, hát ez egyébként azért is választottunk írmesét, mert ez egy kelta hangzás. Mindegyik ilyen hangszernek van egy különböző skálája, és vannak kelta, vannak ilyen erdélyi jellegű hangzások, arabosabb hangzások. Tehát, mint mondtam, a zongorán mindenféle zenét le lehet játszani, ha az ember ért hozzá. Ezeken viszont egy-egy fajta hangulatot tud minden egyes hangszer közvetíteni. És akkor, ha van még időnk, esetleg játszom még együtt. Igen, nagyon szívesen mennék, úgyhogy kérjük akkor játsz nekünk, és hallgassátok tovább. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok, köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Köszönjük.